passzolta. Valonatúj lentkerék. Ezt úgy fogjuk még a felszerelés előtt fixálni, hogy a tengelyre kicsit felütjük. Méghozzá úgy, hogy ráteszünk egy csőkulcsot, ölbe veszem és gumikalapáccsal kettőt, hármat oda. Sózok, és így a kupos kialakítású tengelyre rögzült, és a csavarral igazából csak rögzítjük. Azt hiszem ő lesz majd az. Így van. A 14-es kulcsra fogjuk majd emlékeim szerint fixálni. A 14-es csőkulcs. Igen, 14-es lesz. Jelen esetben nincs fenn a henger. Így, ennek a kitámasztása, az ellentartása, ami egy feladat. Ezt különböző módszerekkel meg lehet oldani, például bedugok egy kalapácsnál, csak akkor abban a pillanatban letöröm a lentkerék lapátjait. Tehát érdemes inkább valami finomabb eszközökhöz folyamodni. Például így. Tehát lehet látni, hogy azért ellen lehet ennek tartani. Arra vigyázzunk, hogy azért kezünkről a micsak le ne jöjjön. Tessék. A lentkerék a helyén van. Majd össze lesz szerelve a gép, akkor még rá lehet nyugodtan húzni ezeket a régi szimmeringeket tudban. Tehát így néz ki a lentkerék. Az összeszerelés sorrendje az sokszor változhat. Most éppen ehhez volt kedvem. Azért volt kedvem hozzá, hogy lássam, hogy forgathassam az új kis főtengercsapágyazásomat. Így. Akár felszerelhetnék így a kuplungot is, mert már ellen tudunk tartani, de egyelőre még nem. Vagy majd meglátjuk. Úgyhogy most így néz ki a gép. Még a kuplunk felszerelését fogom bemutatni. Ez igazából nem sok minden kell. Ugye van egy vadonatúj vízintó csigánk, meg csiga meghajtónk. Így néz ki. Szépen becsomagolva. Így meg kimontva. Kertmotortól van, őtőlük kaptuk, ez így fog belekerülni majd a helyre. Érdemes egy kicsit megkenni, mielőtt összeszerelünk bármit is, ugye hogy az első alkalommal még, mikor nincsen kenőanyag, akkor lehet kenni. Tehát ezek ugye forgó mozgó alkatrészek. Így nem van a helyén. Ugye ez fogja forgatni majd ezek a bütykökön keresztül a kosár, és ez hajtja a kenését. Itt van a tűgörgő, hát ezt se szabad szárazon összeszerelni. Érdemes megzsírozni kívül belül. Elfér a zsír. Mi? A helyére illeszik a kuplunk harangot, hogy szépen belemenjen a vájadba. Van egy kis alátétünk ide. Van maga a kuplunk szerkezet, ugye az ellenkező irányba van a menet. Itt hajthatja magát a tengelyen, de majd mindjárt orvosolni fogjuk. A zsírt félre teszem a kutból. Szépen a lentkeréknél kézzel ellen tudunk tartani. Hopp, de viszont lemaradt valami. Épp időben. Mi maradt le? Csilla kerékbetét. Látjuk, leesik a kés. Az pedig így ide kerül. 3-8-as. Így vagy így, kinek hogy. Hogy jobb. Összeszerelés után elég érdekes lett volna, hogyha rá akarom tenni a láncot, és nem úgy történt volna, hogy akarom. Tudom, azt is jelenti, hogy hajtom ezen a felén addig, amíg bírom. Végig hajtatja magát elég rendesen, de ez végül is nem is baj ez nekünk. Legalább nem lazul le olyan könnyen.
ezeknek a dolgoknak érdemes lesz majd kitámasztott dugattyúval utána húzni. Így né, fel van a kuplunga. És jönnek még az ilyen kis látható apróságok. Ezeket az acskókat összeszedem majd külön. Itt van egy ilyen, ahogy nézem, univerzálisabb típusú olajterelő lemez. Ez így fog majd felkerülni. De még mielőtt felkerülne, most ezt rápróbáltam, de alig akar lejönni. Mielőtt felkerülne, be kell tennünk ide a láncfeszítőt. Az is megvan. Új alkatrészek között. Így néz ki. Én ezt kicserélem az eredetire, azért ez a csap ez egy kicsit masszívabb mindez. De maga a csavar, ami nekünk fontos. Közben megtelt a memória, leállt a videó. Ezt így fogjuk összerakni, hogy betesszük. Ez ilyen formát fog ölteni. Ide egy rögzítő zégergyűrű lenne, de nem stimmel, mivel nem teljesen stimmel ez a csavar, így annyira nem jellemző, így működik a láncfeszítő. Oké. Tehát most jelenleg ez így ki tud járni, de ezt úgy is szokták orvosolni, hogy ide rugót tesznek. Lehet, hogy én is azt fogom tenni, hogy ide teszek egy rugót, és akkor az itt lesz. Mindjárt le fogok merülni, úgyhogy szerintem ezt megmutatom még aztán véget. Egészségetekre! Szevasztok!